Az Országos Statisztikai és Munkaügyi Hivatal nemrégiben közzétett adatai szerint Romániában minden 7. percben véget ér egy házasság. A válások fő okai között szerepel a hűtlenség, a féltékenység, a házastárssal való erőszakos viselkedés, de az alkohol vagy kábítószer okozta problémák miatt is gyakran bontják fel a kapcsolatot. Természetesen ezen felmenően sokfélék lehetnek az okok, ugyanis a párkapcsolatok kérdésköre nagyon összetett és minden esetben egyéni és különböző. Az általunk megkérdezett párterapeuta ezen kérdéskörre válaszolt. A gyakori okok általában például, hogy a pár azt kezdi el érezni, hogy a kapcsolat kiüresedik, vagy megjelenik általában ilyenkor a hibáztatás, a másiknak az elutasítása és az eltávolodás, és innentől kezdve önerőből nagyon nehéz a visszaút egy jó kapcsolathoz. A kapcsolatok általában az intimitás, az elköteleződés és a szenvedély mentén szerveződnek, és ez egy komplex hármas, és hogyha ez nincsen jól lerakva, ennek az alapja, akkor a gyerekek születése után például nagyon előtérbe kerülnek a problémák, sérül az intimitás, gyengül az elköteleződés, és így tovább. Tehát, hogy így a gyerekek születése után is nagyon sokszor szokott előtérbe kerülni a válás, de itt nem maga a gyerek a probléma, hanem a gyerek előtt rosszul lerakott alap. Hát okként még egyébként a hűtlenség vagy a bántalmazó kapcsolatok is vezető helyen vannak. A párok általában kedvelik a konfliktusokat, mert azt gondolják, hogy az fogja majd gajra vinni a házasságot, holott valójában a konfliktusok nélkül nincsen fejlődés. Igazából a csend és a ki nem mondott dolgok, meg a meg nem beszélt félreértések is nagyon sokszor vezetnek eltávolodáshoz, majd váláshoz. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a férfiak többnyire 45-49 év között, míg a nők 35-39 év között adják be a papírokat. A tapasztalat pedig többnyire azt mutatja, hogy a friss házasoknál a gyakori, vagy éppen akkor, amikor a gyerekek már felnőnek és kirepülnek, ezért a közelség kérdése újra kérdéssé válik. Minden egyén másként éli meg a válást. Ugyanúgy el kell gyászolni egy válást, mint bármilyen más veszteséget, számot kell vetni arról, hogy milyen érzéseink, fájdalmaink vannak, és ezeknek helyet kell adni. És ez időbe telik egyrészt, másrészt pedig nagyon fontos, hogy helyet kell adnunk annak, hogy ez valójában egy mekkora fájdalom számunkra, egy mekkora veszteség, és ezt meg kell élni. Főként azért, mert az elakadt gyász folyamat hatással lesz majd a későbbi kapcsolatokra is. Tehát, hogy mindenképpen egy új kapcsolatba való belépés előtt nagyon fontos helyre tegyük magunkban azt, hogy hogyan vagyunk az előzőnek az elgyászolásával. Manapság már könnyebb kilépni a házasságból, társadalmilag is elfogadottabb, mint évtizedekkel ezelőtt. A jobb reményében nagyon sok pár dönt úgy, hogy inkább kilépik egy kapcsolatból, és egy másik kapcsolatot keres. Itt valójában az a csapda, hogy általában nem tanuljuk meg azt, amit az előző kapcsolatban nem működött. Így ugyanazzal a sérüléssel, vagy még többen kerülünk bele egy új kapcsolatba, ami a vártól eltérően újra csak nem fog működni. Tehát, hogy általában egy új kapcsolat reménye, vagy egy új kapcsolatba való belépés, az nem feltétlenül garancia egy boldogabb kapcsolatra. Elsősorban önmagunkra kell reflektálni, ha azt érezzük, hogy a házasságunk zátonyra futott. Saját hibáink felismerése, azok belátása sokat segíthet. Természetesen pár és szexuálterapeuta segítségét is érdemes kérni annak függvényében, hogy milyen jellegű a probléma, mindazért, hogy a legjobb utat válassza a pár.